Szevasztok srácok, Csipi vagyok, itt van Alex is velem. Most nincsen fészkamunk az elmúlt egy-két draftban, de ettől függetlenül folytatjuk tovább a sorozatot. A draft sorozatunkat. Három mérkőzés. 4-0-7-4-6-3. 4-0 az könnyű volt, a 7-4-nél a csávó kiegyenlített, mi 3-3 és végül izébe dölt el hosszabbításba. Ez a 6-3 meg olyan volt, hogy 3-0 vagy 3-1-ről kiegyenlített 3-3-ra, aztán végén dölt el, de nagyon ki lett tömve 6-3-ra, úgyhogy viszonylag könnyű draft, kivéve a középső meccset. Nagyon jó volt a csapat szerintem, Alex szerint is, nagyon állat. Ilyen gyémánt formációba nyomjuk, két brutál kemény középpályás, ugye Kanté és Pogba, aztán itt van egy De Bruyne elől, Bergkamp egy isten, azt mondta Alex, az a legjobb ikon, akivel ideig játszott. Van egy Kane-ünk, Mkhitaryan, három francia védő, Ederson ugye már az upgrade-elt, Pires, beszokott még jönni Sanchez cserébe, nagyjából ennyi. Jó kis draft csapat, jó lenne nyerni vele mi. Nézzünk egy ellenfelet. Nagyon fura ez a draft csapat, betette oda LF-be a sztorit. Akkor lehet, hogy ő is asztorit draftozik, mint mi egyébként. Van Messi, a Griezmannja, a Casemiroja, a Modric, a Iszkója. Betette Jordi Albát középre. Ugye nincsen rendes CB-je, csak RB-je meg LB-je védelembe. Na hát ez nagyon érdekes így, hogy asztorit játszatja. Balszésen, rögtön le is akarja tartani, hogy cserélhessen. Astorit szereltük. Kane. Nagyon nehezen megtartja. Ez a passz átmegy Bergkamp. Ezt nem hiszem, hogy kimaradt a Senhó védett. Ki fogja ugratni? Ezért mondom, ne lépj ki középső védővel. Griezmannnál ott maradt persze, leökleli a védőnket, így majdnem fellöki, bazd meg. Na, hát nagyon kíváncsi, kit fog cserélni a srác, és hogy Astorit fönt hagyja vagy sem. Illetve azt látjátok egyébként már sok idő el fog telni, 2-3 hét, 2 biztos, de most egyébként még csak egy hete sincs, hogy meghalt Astorit, amikor ezt a draftot nyomjuk. Azért érdekes, hogy ezt az Astorit játszhatja most ott LF-be, igaz? Nem, már felhozta az Astori helyet. Akkor minek rakta be oda? Na mindegy, neki nem volt sok értelme. Szóval följött hozzá Neymar. Jó beadás, de mégse volt jó, mert szar volt. Nézzük az ellentámadásból. Szép, megjött ott, nem is tudom, Laporte talán, aki szerelt. Kane. Bergkamp. Kinek adjunk, hátra sarkozzuk Kanténak. Pogba és Kanté játszik össze, aztán egy felpassz, de egy nagyon rossz passz. Hát jön az ellenfél, Modric. Jó volt a becsúszó, de Casemiro összedi a labdát. Neymar tartja, kiteszi szélre. Tanom. ez nagyon necces most már. Szerencsé, hogy a Laporte valahogy oda tudott így szurkálni, mi? Most már mehet a Kanté, egy keresztlabda jobb oldalra, jó lassú volt. Azután, amikor így száll a labda a levegőben, ha 63 védő meg játékos rá tud helyezkedni az ellenféltől, tudod? Pérez átteszi túloldalra, ez a védőké sajnos. Iszkó fejelte ki. Nem tudjuk megtartani a labdát, Griezmann szemfülesebb volt most. Neymar, Messi. Jó, ez átlátszó volt, Kanté szerelt.
De Bruyne. Indul Pires. Kane. Vissza fogja kapni. Lassan lövőhelyzet, de inkább bepassz. Berkán még tovább. Ez full zicser lett volna, ha nem les, és... Ja, nem is volt les, de ezt nem is értem, hogy tudtad így felélőni. Jó ki volt játszva, nagy helyzet volt. Mkhitaryan. De Bruyne. Lepattam, Bergkamp összeszedi, még tovább, Kane. Bergkamp helyzetben, ez gól lesz! Asenho, ezt is kifogja. Ránézek Alexre. Most mondja, minden rendben. Nem sikerül elcsípni Jordiába. Now Casemiro. It's Isco. Getting forward well as a team now. Kevin De Bruyne. Ez nagy passz, Bergkamp mehet. Egy-egy meg kell csinálni. Illetve visszahúzni és átpasszolni, de húzd vissza, és úgy passzold át. Ezt meg fog mutatni neked Squadbattersben, hogy csinál, esküszöm. Tehát annyiszor bejön ott is. Ilyen menő a csávó, hogy itt rükközget. Visszakapja Kane. Kapufa. Bazd meg, hány helyzet kell, hogy lőjünk egy gólt? Azt a csávó egyszer átjön és tudod lő egy gólt. Mindig ez van a buzi játékban. De Bruyne, megpattan. Pogba! Nem csak, hogy bepattog, tudod, itt, 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 itt. 1-0. Léci, tanulnálok valami értelmes gólörömet, azt mondom, tényleg rohadt unom. Tehát minden, indexképpen ez van, ez a... Nem is tudom, ez milyen gólöröm. Tanulj meg valami jót. Hát pedig most már ideje lenne megtanulni valamit. Szerintem, de ez már dögunalmas. Tehát annyira unom én is. De gyenge középre adott labda volt. Szörnyű volt. Hát csak mondom, hogy dögunalmas már ez a gólöröm. Ez már szarabb, mint a dab. Jaj, de gyenge volt ez a védelem. Berkám kivégezte. Asensiót, Asensio Asenhót. Restarting at 2-0. Na, 2-0. Lehet, hogyha Astrid felhagyta volna, jobban járt volna, esküszöm. Amelyet, az ott olyan szorul játszik, nem? Aha. Pires. Ez amúgy tényleg jó ez a csapat, srácok, amit most összeraktunk, tehát most jól dobált a játékosokat, tehát... Jó ezek a játékosokkal játszani, nem? Ezt a csapatot elfogadnád, mi? Totti, Kanté, meg ilyenek. Ó, Bergkamp. Jordi Alba csak szabálytalan tudja megállítani. Szerintem ezt a 16-oson belül elengedte volna. A játékvezető csak a 16-oson belül fújta le, hogy ne legyen belőle. Tudod, ilyen hogyan. Közben egy szabadrugás nagyon gyenge volt. Pires tekert a kapura, sajnos pont középre ment a labda. Így aztán a kapus. Asenho simán fogta. Na nézzük Griezmann-t. Iszkót ellökjük. Mert az ellentámadás. Pires húzza meg. Sajnos elmegy a labda Bergkamp előtt. Modric játszik össze Iszkóval, aztán egy fölpassz. Griezmann vissza fogja neki adni, de hülye várt vele. De Bruyne. Na. Neymar. Ez is jó még neki, Neymar. Át kell tenni a túloldalra, nem? Onnan rátette abból a szögből. Ki is a kapusunk? Ki az Ederson? Az fasz a kapus, az ezeket kivédi. Rá, hogy nem vettünk akkor egy OTV Edersont, amikor még olcsó volt, tudod. És már 87-es lenne. Nem, mint hogyha nekem valami bajom lenne a Neuerrel.
Meg nem, mint hogyha az elmúlt egy hónapban játszottunk volna a Földkunton, akármit is azzal a csapattal. Tehát mióta megnyerted az első osztályt, szerintem meccset nem játszottál, mi? A fő csapattal. Úgyhogy azt mondja Alex, nem sokára indul a VL, viszont a VL-ben az a csapat gyenge. Hát, meg mindenkinek már 63 ikonja van. És közben belövik a szépítő gólt, a 45 pluszban ugye szokásos szünet előtti gól. Á, nem úgy ellenzem, hogy VL-ezzél. Tehát nekem az annyira időpocsakolás. Szerintem, de ezt velem aztán VL-ezhetsz. Ja, most nem kell közelítenem, mi? Csodás. Bejön Sanchez Kane helyett, úgyhogy ennyit tudunk most így változtatni hirtelen. A győzelem érdekében. Nézzük, hogy a második fél időben majd ellenfelünk cserél-e, hogy nem. Szerintem nem. Modric. Sinszínje jött be Griezmann helyett nála, úgyhogy mégiscsak cserélt. Ugye mi is cseréltünk egyet. Biztos nem hoztam volna ezt a Griezmann, te lehoztad volna az Insigne helyett? Ugye? Szerintem elég hülye húzás volt, ezt ha meglátjuk, lehet, hogy bejön neki, ki tudja. Nagy a versenyfutás. Kicsi Kante volt a jobb. Jó, Bergkamp, az tudod, nem akart átmenni a labdát végül izé. Ezt miért húztad vissza? Atyajég, mi maradt itt ki? Hát ez nagyon kemény volt, gyerekek. De Bruyne. Bergkamp indul vissza, de már nem. Talán ide, ha legalább indítgatás, akkor gyorsabban indul, jobban indul vissza, mert most csak így magától indulgatott. Egy csavartlövés, elkerül a kaput. Inkább kiáltottam volna, jobb szél, bal szél, közép és gól. Na, Alexis, szerezd meg. Most már azért tényleg szerezd már meg. Casemiro, előre vágja Lessihez, Messi, Insigne, Messivel játszik össze. Ebből még lehet probléma, aztán jön Varán is. Ennyit a támadásról. Hogyha visszanyitanád a játékosokat a visszanyitós passzal, akkor be is indulnának, nem csak így elkezdenek futni. Már nem emlékszem. Valamelyik blokk. Azt hiszem a jobb. De lehet, hogy a bal. Hát próbáld ki. Na jó, nem most próbáld ki a draft döntőben. Nem most tesztelgesd inkább. Húha! Figyeld! Ezt a kamu gólt, na azért! Azt hittem megadja, hallod? Óvatosan ezekkel a kirúgásokkal. Most egy kicsit magunkra húzzuk, nem? Az ellenfelt, én úgy érzem. Feljött Kanté. Kicsi Kanté. Na, Pires. Jön a beadás, ketten várják a hosszún, aztán egy... Ezt miért nem fogta meg a kapus? Alexis Sanchez. Na tényleg, át a hosszúra, ezt vedd le és vágd be. Laporte. Hát igen, ő nem a lövéseiről híres, meg góllövésről. De nem volt rossz. Azt hiszem, hogy csak öklözni tud. Pires megtolja. Nem jön benne senki, kivéve Pogba, aki mellé fejel. De valaki belejött a fejesbe, tehát a kapus védett. Most elég be van szorítva az ellenfél, jó lenne egy gólt összeszedni valahogy. Áó! És most akkor most van baj, hogy 3-2-be jöhetnek. Kiteszi jobbra Messinek. Kiteszi jobbra, Messi, Messi. Aztán összeesik Messi. Na mehet, Pires. Írd utol a legendát. Ez már jobbra... nem, azt akartam, hogy ez jobbra tűnik. Na, nem, még teljesen kihagyja, kihagyhatatlan. És ez kirúgás így, bazd meg. Na nézzük,
Ah, nem csapjuk meg a labdát. Modric. Gone in a bit crudely, I think, with that one, but well, we've got a free kick here. Referee points for it. Onnan egy, onnan adott elő szabályt a hátulról. Ez nagyon érdekes. Ez a mérkőzés nagyon érdekes, hogy a Bence mondja. Ez nagyon érdekes. Na. And here's Bergkamp. De Bruyne. Sanchez. Ú, nagyon nagy labda. Gyönyörű volt. Mkhitaryan lesi esett kapásból, a levegőből elvállalta. Ez hatalmas volt. Mkhitaryan csendre intő közönséget, hiszen idegenben játszunk, tehát... Javarészt inkább a hazaiak vannak ugye a nézőtéren többségben, úgyhogy... 3-1 a 77. percben. Nem mondom, hogy megvan ez a draft, mert láttam már érdekes dolgokat. Ja. Ez milyen passz volt Bergkamp? Neymar húzza meg szélen, középre passzol, Insigne, lövőhelyzet nincs, ugye Casemiro beindította, láttad? Oh, ezt a szarkidobást. Neymar hopp. Szerencsére kívül volt, úgyhogy csak szabadrugást halljon az ellenfél. Cserélt Alexandert hozta be a Casemiro helyére ellenfelünk. Jó, ráverte a Messivel, volt benne löket. Csak szar volt az irányzék, ugye. Nézzük, hogy ki a kirúgás, na végre milyen kirúgás, úgyhogy mehet is egy támadásszerűség szerintem. Bergkamp indul meg. Nagyon jó volt. Ez is. Ez pedig még jobb, hogy visszaindult Alexis. Hát gyönyörűen csináltad. És Captain Apple megunja. Bye bye, elköszönünk. Ki is lépett. Eddig bírta. Ja, de tényleg a Bergkamp-ba sose veszítünk mi. A Bergkamp benne van a csapatban, az mindig full győzelem. Na nézzük, mit dob. 4-0-7-4-6-3-4-1. Megint 50 káspak. Hát az meg, ezekben sosincs semmi, nem? Szietetlen. Sissoko. Cabral. Na. Szokásos 50 káspak. Tudni, borcs lenne benne. Tehát a játéktól kitelik. Aha, ezt mondom, bazd meg. 50k-s bor, és 50k-s pakban nincs bor, bazd meg. Atya úristen, mekkora szar. Jézusom. Ezek mind diszkárdára. Igen, ez mind diszkárdáras. 700. 900. 900. 900. Ez röhelyes volt, nem ez a pak. Tehát egy board nélkül 50k-s pak, srácok. Nagyon láttátok. Szánalmas. Na mindegy. Újabb draft behúzva. Szép volt. Folytatjuk holnap is tovább a draft sorozatunkat. Alex játszott, én Csipi voltam. Szevasztok!